Na, sziasztok, kedves nézők! Mindjárt éjfél, úgyhogy nézzünk is meg egy kis Chego Overwatchot. Most egyébként mai napon lett divat az, hogyha valaki csinál egy lobbyt Chegóban, ma egyébként szombat van, éjjel 11. Mind nem sokára éjfél lesz. Na mindegy. Tehát mai napon lett divat az, hogy csinálsz egy lobbyt, és belépkednek idegen emberek ilyen 18, ilyen 10.000 nyert versengővel, meg 99.999 nyert versengővel. Most, ja. És erről már több oldal is tett videót, hogy ez miért van, meg hírt, meg nagyon durva, meg most 100 FPS-en van csak, az nagyon kevés. Na mindegy, úgyhogy, ja, meg mai nap tönkre is ment az egerem, ez a mai nap, ez nagyon szar. Na mindegy, azért vagyunk itt, hogy jobb legyen. Chego megy ugye, T2 pálya, negyedik kör, a srácunk az diglözik, mindjárt meg is nézem a statját, hogyha kiderül, hogy a tét le tud ugye lőni. Ah. A statja, kérem szépen, 2-1-3, tehát 2-t ölt, egy asszisztja van és 3-szor halt meg, 5 darab pontja van és 115-ös ping, ami ilyen 130-as ping körüli van neki, mert ugye itt amit kiír, tehát amit itt ír ping, az nem a ping, hanem a latency, csak nem azt írták oda. Úgyhogy ja, az, hogy az utolsó T az merre van, azt valószínűleg tudják a CT-k, hiszen előtte ugye a T a CT-t. És úgy keringőzött vele. Hát valószínűleg ezt VH miatt reportolhatták. Valószínűleg, hogy ez VH miatt reportolták, de nem hiszem, hogy csalna. Most megszúrta a társa, de valószínűleg véletlenül. Ja. Viszont én nem szeretném mondani ebbe a videóba, hogy rendszeresen lesznek most már videók. Akkor elmondom, hogy aki nem tudná, nekem volt egy másik csatornám, csak azon egy idő után olyan tartalom lett, amit valószínűleg letagadtam volna. De így még le kell tagadnom, hanem töröltem az egészet a francba. Úgyhogy most tiszta lappal, normális minőséggel, vagyis közel normális minőséggel, mert itt a kép és a minőség gondolok, illetve például a cségos idők nem ordibálok össze-vissza a 12-es módjára, mint a másik csatornán, ami volt főleg. Úgyhogy igen, hiszen nem sokára 20 leszek, nem sokára hát most lettem 19, úgyhogy fel kellene már nőni végre. Úgyhogy igen, azért van ez itt. És rendszeres videók lesznek, mint már mondottam. Majd meglátjuk, hogy a végigjátszások azok hogy lesznek. Ó, az elég szép volt. Igen, valószínűleg VH miatt reportolták. Mondjuk lehet, hogy AI miatt is reportolhatták. Mert lehetni lehet. Ó. Tehát lehetni lehet, mert elég durván HS-eket lőtt most itt utoljára. Na mindegy. Tehát ez fontos tudni rólam, aki nem tudta, vagy nem tudja, hogy egy ilyen kb. 2000 feliratkozós csatornát hagytam ott. Sokak szerint hülye módjára, de szerintem ez racionális volt és kellett valami normális dolog, mert egyszerűen nem volt jó ott a csatornán. Szerintem az egész légkör nem volt jó ott a csatornán. De lehet, hogy hülyeségeket beszélek. Lehet, hogy ezt kellett volna csinálni, mint a legtöbbnek. És olyan videókat csinálni, amit sokan megnézek, azt szarni rá az egész, hogy mit akarok. De sajnos sokan ezt csinálják itt Magyarországon. Na mindegy. Ebben nem megyek most bele. Egy kis világutálat. Ó. Igen, valószínűleg VH miatt reportolták, viszont én nem látom okát annak, hogy majd megadjuk neki a VH-t. Hiszen nem furcsa, a helyeket letartja, nem nézi egyik társa se hosszút, ő azért nézi hosszút valószínűleg. Tehát a kis térképet is nézi. Egy jön hosszún, egy lamb. A bombát még nem látták szerintem. Tehát a bombát nem valószínű, hogy látták a ték. Vagy, de most már látják a CT-k a bombák. Te. Néha hülyeségért beszélek, akkor nyugodtan szóljatok, csak nem. Még az lehet, hogy furcsa lehetett a téknek, hogy itt levárta őket, vagyis őt. Mert tényleg itt látják a bombát, meg ilyesmi. De meg itt levárja. Ja, viszont megy be a rövid, elvileg. Igen, gyakorlatilag megy be a rövid, ezt valószínűleg, hogy a CT az infózta is, akit le is lőttek.
És azt hiszi a srácunk, hogy A lesz, tehát a srác, a T az terel, a CT az jön szépen át, a másik pedig... Másik T, úgy értem, valószínűleg... Ó, másik T meghalt. Tudom, bomba esett, úgy csort ét, tudják, hogy hol van. Úgyhogy valószínűleg ezt lehozzák a CT, ezt a kört. Hát, ajomozni nem valószínű, hogy ajomozik. Ezek szerint, ahogy így lövöldöz össze-vissza, mint egy félőrült. Nem, amúgy én szoktam, én is úgy szoktam lövöldözni. Nem valószínű, hogy lehedeli Digüllel. Ez azért durva lenne, ugrás közben. Mint a prők. Na, úgyhogy igen, mert... aki észrevetné, vagy észreveszi, tudja, hogy ilyen három napig nem volt videó, meg ilyenek vannak most itt a csatornán. Stabilizálódni fog itt a csatornán a légkör, és remélhetőleg sokkal-sokkal jobb légkör lesz az egész csatornán, mint ami volt a másikon. Azért is csináltam újat, azért sem reklámoztam be, hogy újat csinálok, hogy tiszta lappal nyissunk, hiszen engem nem érdekel, hogy hányan nézlek, amíg én szeretem csinálni, amit csinálok, addig csinálom is. Úgyhogy kész. Ez van, egyet, vagy egyet értesz, vagy nem értesz egyet, de én akkor is úgy fogom csinálni. És itt már nem lesz olyan, hogy végiganyázok egy 45 perces videót, mert mondjuk, mert olyan kedvem van, tehát próbálok egy értelmesebb szintet, vagy értelmesebb színvonalat képviselni a magam személyében, illetve a csatornám személyében is, nehogy az lenni, hogy valaki megnéz egy videót és látja, hogy ez a hülye gyerek fél órán keresztül tanyázott egy videóba, és akkor hoppá, ez egy köcsök szar. Mert fél órán keresztül anyázott egy videóba. Tehát tudjátok, ez a megítélik a másikat. És sajnos ez működik, hogy megítélik a másikat. És nem akarom, hogy engem rosszul ítéljenek meg. Ez a lényeg. Ez a Stice. Ahogy mondanák az Állampontnet nevű filmből. Az még nem is egy film, hanem egy borzalmas Isten ellen cselekedett. Na mindegy. Egyik triaszt trollkodik, össze-vissza futkárod. Sölték, a másik is meghalt, az elég szépen lelőtte Sparrow magozóval falon át. Úgyhogy Tét pedig tudják, hogy ott van T kezdő fele. Hát én erre nem adok meg semmit, mert ez nem volt semmi. Nem szemétkedett, nem V-házott, vagyis nem V-hoppozott, speedhackelt, nem V-házott, nem ajomozott. Ja, ez semmi sem volt. Nos, viszont én köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. És jönnek jövő héttől a rendszeres videók, mert ez valószínűleg már csak holnap megy föl, azaz vasárnap, tehát ma. Na, sziasztok!